Sziasztok, Bárándi Eszter vagyok, és ebben a videóban az Admiral Order History indikátort szeretném nektek megmutatni, vagy más néven pozíció történet indikátor, ami a Supreme Edition kiegészítő csomag egyik leghasznosabb eszköze. Ez az indikátor a múltbéli kötéseiteket helyezi fel közvetlenül a grafikonra, és abban segít nektek, vagy ezért hasznos nektek, hogy könnyebben elemezzétek a saját kereskedéseteket, hogyha közvetlenül a csárton tudjátok visszanézni, hogy mennyire voltak eredményesek a kötéseitek. A navigátor ablakból tudjátok a csártra helyezni, ugye ez az Admiral Order History, és itt látjátok, hogy a profitos kereskedés zölddel, a veszteségesen lezárt kereskedéseket pedig pirossal jelzi. Hogyha ráhúzzátok az egeret egy kötésre, akkor azt is meg fogja mutatni, hogy mekkora volt azon a kötésen a nyeresség, vagy éppen a veszteség. Illetve a csárt alján egy sávban mutatja, hogy amikor kék színű téglalapot láttok, az azt jelenti, hogy ebben az időszakban ezen a devizapáron volt kötésetek, ugye jelen esetben ez a euró-dollár, a szürke téglalap pedig egy sorral feljebb, az azt jelzi, hogy valamelyik más instrumentumon kötöttetek. Így működik az Order History indikátor, próbáljátok ki és használjátok sikerrel. Sziasztok!